Sziasztok, itt vagyunk egy új sorozatba, aminek ugye nagyon egyszerűséggel a varázslat lett a címe. Ugye semmi másról nem fog szólni, mint a legújabb kiegészítőről, konkrétan a Reel of the Magic-ről, ugye, ami most jelent meg szeptember 10-én, ami alól én sem maradhatok ki, pedig higgyétek el, küzdöttem. De nem, de jó ez mi? Na, szóval bemutatom, ő a főszereplőnk, aki most nagyon hangosan hallgatja épp a tévét. Légy szíves, kapcsolt ki. Szóval itt Alia Magic, ő lesz a főszereplő. Igen, megint egy lány lett a főszereplő. Egy fiút akartam, de annyira nem jól sikerültek, hogy aztán végül is úgy döntöttem, hogy maradok a lányoknál. És ugye ő neki ez a, tehát szeretne a legjobb varázsló lenni. Hát ne, engedjétek meg, hogy nem fogom lefordítani szó szerint, mert fogalmam sincs, hogy konkrétan mi. Az az igazság, hogy én egy picikét játszottam a Sims-el, és kipróbáltam, hogy egyáltalán tényleg tudom-e majd ezt kezelni, illetve egy videó formájában majd tudom-e használni, de tudom. Na de akkor, ha már ti itt vagytok, akkor az lesz a legjobb, hogyha most szintén ugye elviszem valamerre. Csak nem tudom, az egeremet, kicseréltem az elemet, és még mindig úgy érzem, hogy mindig nem olyan tökéletes. És akkor menjünk. Utazzunk. Nagyon-nagyon jó hangja van egyébként a... Ja, igen, és le kell halkítsam, mert mondjuk nagyon... Ó, és így simán átmegy, ugye ez fel lett nagyítva ez a kő ezért. Na jó, nem fogok mindig okoskodni, mert tényleg olyan okoskodásnak hangzik, ígérem. Hú, nagyon izgatott vagyok egyébként, megmondom őszintén, mert... Hát a szimet nem én csináltam, én csak átalakítottam, illetve magát a házat sem, ezt jobb, ha tudjátok. Hát persze, hogy át akarunk menni. Nagyon gyorsan idehozott, 6 perc alatt, de hol a szimem? Amúgy látjátok, de gondolom már a többi szimerek, ezek mindenki bemutatta már, hogy hogy néz ki, mindjárt egy picit. Hát így néz ki. Közben ott ugye mennek folyamatosan a seprőkkel, ezek azok egyébként, csak hogy tudjátok. Mert én is később jöttem rá egyébként, csak azért nagyon sok hely van, többféle helyre lehet menni. És tök jó. Na, de hol van az én szímem? De tényleg, hol vagy? Ja, itt állsz. Na. És mindenki most már jönnek át, ugye? Barátkozzál már valakivel. Meg kell innia valamit, varázsitalt, illetve... Hát gyakorolnia kell. Nem tudom, hogy vele tudja-e gyakorolni egyébként. Ah, de jó! Hol van már ez a kis... Na? Ó, micsoda zene! Ügyes legyél! Igen! Eddig az enyém győzött, na? Jajaj! Jó, ez csak baráti. Könnyen kinyírhatják. És nagyon kell vigyázni ezzel a varázslással. Oké. Na most akkor körbenézünk még, ugye itt vagyunk ennél a... Át kéne mennünk egyébként. Most azt nem tudom már, hogy... Várjunk csak.
Itt lehet harcolni. Hát akkor még én is most tanulom. Aha, ide kell menjünk. Itt van a bolt. Hova mentél le oda? Aha, lehet, hogy vele is tudnánk. Várjál csak, várjál. Várjál. Ó, itt volt valami. Még rámentem? Álljunk, csak lehet, hogy először... Ne menjél el, gyere vissza! Lehet, hogy nem is kell neki elmennie. Jó, itt is maradt az. Aha. Familiárosunk még nincsen, ugye gondolom, hogy nem értük el azt a szintet. És akkor utána kinyithatnánk a könyvet. Aha. Hát, még nagyon kell tanulni. Aha, szóval, hogy ez így megy. Alchemy. Misty. Oké, még egyszer, akkor legyen mondjuk Practic Magic még egyszer. Jó, és közben, meg ha már itt van, akkor vele beszélgetünk. Ó, gyere csak ide. Beszélgessél csak vele. Most úgy is beszélgethetnék, van. Hoppá, igen, ezt el is felejtettem, hogy ő már ilyen szinten van. Ugye a varázslós. Aha. Hát sajnos még semmit nem értünk el. De rajta vagyok az ügyön. Egyébként nem is tudom, hogy melyik a legjobb. Aha, megnyitottunk egy... És azt mondta, hogy nyissam meg. És... Aha, szóval most már ilyeneket tud, de jó. Hát ez nagyon jó. Na, beszélgessél vele, barátkozzatok egy kicsit. Kifaggatjuk. Jó, az a betű ott. Na, bemutatkozol végre. Scubero. Scrubero. Dag dag. Na végre már beszélgettek. Wabarani Zimze, Bayumi, Jospa Xin, Rekalulu Saquinario, Zafis, Muchi Pichi, Benjip. Dag dag. És akkor mi volt az a szó, amit itt lehetett a... Kicsit pletykálgassatok. De volt itt valami. Nyilván nem kérdezzük meg, hogy ő egy... Aha, szóval egy tréninger. Scrubero. Bon and Gravy? Yibs. Oh, Yibs. Abenor Saquinario. Nem tudom, mi ez. Pima? Blashu? Organorg? Oké, akkor mi lenne, ha egy kicsit tréningelnéd? Ő, ha jól láttam, ő Mischief Magic.
ezt tréningelhetnéd egy kicsit. Flojmasarnu? Ó, de jó itt ezek a napfogyatkozás, holdfogyatkozás, nagyon tetszik, de lehet a hold. Lashio, Vivo, nem jó. Sanctus? Most elmagyarázod, de jó pofa. Hát ez nagyon jó, itt lehet majd főzőcskézni is. Ha még nem tudja, nem tud recepteket, de mac and cheese-t főzhetett, már mindenki mac and cheese-t csináld. Ugye? Várjunk már, ilyen karriert? Azt nem lehet? Nincs új karrier? Nem tudjátok? Mindjárt megnézzük, de szerintem lehet, hogy nincs új karrier. Most egy már éhes is. Akkor lehet csinálni kell egy mac and cheese-t. Kénytelenek leszünk, mert éhes. Vagy, nem is, elviszem. Elviszem oda, ahova az előbb akartam. Ugye meg is keresem. Azt hiszem, hogy itt... hogy itt volt. Nem. 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 Igen! Szóval ide... ide kell, hogy menjen. Kár, hogy amúgy nem lehet ide költözni. Tök jó lenne. Na? Nézzük, van-e új állás? Nem, nincs. Jó. Akkor megyünk tovább. Ó, ott már... Ó, várjál csak. Várjunk csak itt. Itt van valami. Ez romantikus könyv. Practical Magic. Aha. Hát vissza kell jöjjünk ide még, ugye? Nagyon-nagyon sok mindent tanul. Ezek szerint nem tudtam én se. Hoppá! De először is veszünk mindenképpen egy seprűt. Shift-tab. Ó, mi van ott fölöttünk? Érdekes. Ó, ott a hold, de jó. Ott is hold. Mindenhol hold van. Hát egy jó pár hold van. Na nézzük, ha milyen látjuk szembe. Ah, azt hittem, benne maradunk, és akkor jó lesz. Na, hát nem tudom, hogy itt el tudsz-e menni WC-re, azt úgy nem tudom már, de mindjárt megnézzük. Szerintem nem. Vagy igen? Jaj, annyira jó ezek a házak, ezek a itt lerombolt házak. Jaj, így, aha. Wow. Ez nagyon jó. És itt... Aha. Gyere ide. Vásároljál. Aztán meg itt is vásárolhatsz. Jaj, de jó. Nagyon izgalmas. Na, mit veszünk itt? Kristályokat veszünk valószínűleg. Nem tudom, seprűt is lehet venni? Még jó, hogy van pénzünk egyébként. Aha. Hát, mi is legyen? Hát, maradunk. Ez csak 50. De lehet nem olyan jó. Maradunk ennél. Veszünk diamondot. Mindent veszünk, mert lehet kell. Oké, és akkor...
Zanahoy Tombra? Bamkaro? Jó, akkor hát legyen nála alma meg ilyen, hát ha tud enni. Ó, itt van valami potion pont. A pörpontokat föl tudja. Oké. Vegyünk ebből 5-öt. Oké, akkor ugye most hazahoztam a szegény, annyira fáradt, jaj, de jó pofa. Megkeresem a alvószobáját. Bár remélem, hogy ő magától megtalálja. Igen. És akkor ugye a seprője a tornádó, de hogy nem vele jött? Itt van valami. Itt mi van? Ó, egy varázs palánta. Igen, közben szereztünk egy könyvet. Az, nem tudom, hogy egyébként hol sikerült leállni a gépemnek. Mert most vettem észre, hogy le volt állva. Jó. Hát nem tudom, mi ez a palánt. Ez... Még egy familiárt csinálunk. Ezt meg majd szépen kibontja. Mandragóra fogadjunk, remélem, remélem. Mandra, igen. Ezek valamilyen gyökér. Oké, és... Ja, és akkor... ja, igen, és akkor még nem voltatok, hogy csináltunk meg egy csomó kaját, úgyhogy... De most egyelőre ezt akarom, hogy olvass el, mert szeretnék vele egy familiárst csinálni. De jó lenne, ha át is öltöznék közben, mert nem ebben a ruhába szeretném. Úgyhogy egy outfitet. Jó, vissza. Ó, megjöttek a szomszédok. Hol is vannak? Igen, még meg kell tanuljam, hogy hol van az ajtónak az eleje. Ó, itt van biztos valami fontos dolgok lehetnek, úgyhogy potion pontokat is vettünk, ami nem csinált igazából semmit. Ó, mert szokjatok már a kenyéről. Minerva. Hát... Jó, majd behozhatod, de most először is az én szívem megtanulja a familiárt készítését. Mert az nagyon fontos. Kell, nekünk kell egy olyan. Mióta megláttam, csak az kell. Familiáros. Családhoz tartozó. Na. Olvasd gyorsabban, ügyesen, és akkor tudsz magadnak csinálni? Csak azt nem tudom, hogy akik jönnek, ők is, a szomszédok is ilyen varázslók? Nem, ugye nem? Tegyük csak ide bele. Mindig nem csinálhat. De miért nem? Tudjuk, hogy hogyan lehet? És azt nézem, hogy valamelyikhez hozzátartozik a familiár. Alkemia, igen. És ennyi. De igen, most közben elment, de ezt meg akarom nézni, hogy mi. Akkor ezek szerint még neki tanulnia kell. Én mindig ezt nyitom meg. Bombzói fell in us! Hát igen, most a szomszédokkal megint, ahogy szoktunk, nem tudunk foglalkozni, pedig kéne, de...
Fókuszált állapotban van, oké. És akkor most sem tud. Mi ez a Scrubero? Ezt megnézem most, nem tudom mi ez. Aha. Na jó, akkor tudom, hogy gyere és Minervával beszélgessél egy kicsit. A szomszédságnak a pletykáiról beszélgessenek, nem tudom még ki volt itt, de azok már lehet, hogy elmentek. Úgy látom, hogy nem, nincsen itten. Na, mik legyenek piranyákoik. Ezeket a halakat jobban szeretem, ezeket a világító halakat. Majd annyira jó ez a... Nagyon imádom. Kicsit nekem megmondom őszintén, ilyen bűbájos boszorkány hangulatom támad. Hé, te itt... Azt hittem, hogy ő mozog. Esküszöm, úgy láttam, mintha megmozdult volna. Aha, imádom, ez annyira szép. Ó, ez is olyan jó. Nagyon tetszik, ezt a házat nagyon jól megcsinálták. Fú, itt majd lehet sok-sok varázslatot csinálni. Hú, még recepteket kell tanulni. Hát nem tudom egyébként, hogyha a magyar nyelv visszakerülne, az mennyire segítene egy kicsit jobban nekem most ebben. Csak annyira rosszul fordít, annyira borzasztóan rosszul fordít, van a fordítás, hogy én nem is nagyon szeretem. És akkor ugye te utána ebből simán ehetsz. Jó, hát nem gondolom, hogy a WC-be fogod meg. Hát akkor, tehát nem. Tehát megromlik. Jó. Akkor jobb, hogyha eltakarítod. Meg ezt is. Akkor ez megint nem jött be. De most ezt így miért? De most komolyan. Nem tudod? Le tudja. Hát, úgy látom, kicsit megszállták a házunkat. Hú, még akar, még mit akartam, még ezt a, azért megcsinálom ezeket a képeket, még gyorsan teszek ki egy pár ilyen szép képet. Decoration, ugye. És akkor itt. Aha, aj, de jó. Oké. Ja, de másmilyen nincsen, csak ez egyfajta. De van, itt van. Szóval, hogy így van több. Aha. Olyan már van nekünk. Virág. Ilyen kell. Na. Szóval tehetnénk. Jó, és akkor milyen... Előbb milyen van még itt? Jó, hogy ezek... Ha... Na. Egy kis dekorálás. Soha sem árt. Oké. Hát akkor... Van egyébként új... főzél valamit? Van egyébként valami új varázslatos kaja, de úgy látom, hogy nincsen. Egyelőre jó lesz neked a sajtos makaróni, vagy a sajtos makaróni, a sajtos tészta, oda jól nézett ki belül. Ó, de jól néz ki itt.
Jó, tudom, mindenhol ezt mondom. De jól néz ki, de jól néz ki, de akkor is jól néz ki. És egyébként új halakat is lehet majd itt fogni. Hát, aha, hallom, hogy még annyi, hogy itten szépen körbenézünk, nem ez? Oké, így. Megnézem, hogy hogyan, milyen, hogy néz ki így. Hát így elég furán néz ki, úgyhogy egy kicsit lejjebb is viszem. Ah. Nem tudom, ezt így nem lehet kikapcsolni. Hát akkor azt hiszem egyelőre ennyi. Remélem tetszik ez az új sorozat. Ha tetszik... Ja, bocsánat, közben elment egy felvétel. Úgyhogy ez valahogy... Igen, közben fényképezés, nagyszerű. Igen, egy kicsit így bevonult egy kicsit a játékom, de itt mi van? Ó, itt valami nagyon sejtelmes dolgok vannak még itt. Hát lesz még mit felfedezni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a részt megnéztétek, ha tetszett, nyomatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor találkozunk a következő részbe. Sziasztok!